Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Az 5. budapesti demográfiai csúcson miniszterelnök úr is elismerte, hogy a kormány komoly demográfiai kihívások előtt áll, ennek ellenére álláspontunk szerint nem tesznek meg mindent a születésszám növelése érdekében. Például az állami kórházakban a nők nem szülhetnek ugyanannál az orvosnál, akihez járnak, az ügyeletes orvosnál nem érzik biztonságban magukat, holnapokra bezárnak szülészeti osztályokat, és csökkentették az amúgy is méregdrága tápszerek TB támogatását, és így tovább. Magyarországon 150-200 ezerre tehető a meddőségi problémákkal küzdő párok száma. Jelenleg a meddőségi kezelések évente 3-4 ezer gyermek megszületését segítik elő. Mesterséges megtermékenyítést végezni csak állami meddőségi centrumokban lehet, ahol azt ígérték, nem lesznek várólisták. Ehhez képest az első konzultációt követő beültetésig közel egy év is eltelik, ami például a koruk miatt veszélyeztetett nőket hátrányosan is érinti. A kormányzati propaganda szerint 5 beültetésig ingyenesen hozzáférhetnek a meddőségi kezelésekhez és gyógyszerekhez a meddőpárok, valójában azonban a gyógyszerek után a 100% helyett 90% TB támogatás jár, az is csak a beültetésig. Így a kritikusnak számító 12. hétig több mint 100 ezer forintot kell költeni gyógyszerre. Nem beszélve a kötelezően előírt vitaminokról és fehérjékről, amik további havi 50-60 ezer forinttal terhelik a költségvetésüket. Tisztelt ház, a meddőségi ellátásnak nemzetstratégiai jelentősége van. Olyan emberek segítéséről és támogatásáról van szó, akik vágynak a gyermekre, de valamilyen oknál fogva nem sikerül a gyermekáldás. Ehhez képest a reprodukciós intézmények alulfinanszírozottak és túlterheltek. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a meddőségi gyógyszereket miért nem biztosítják ingyen a beültetéstől számított 12 hétig, 35 év alatt miért csak egy embriót ültetnek be, és az 5 ingyenes beültetést miért nem tervezik korlátozni a petesejt 5 ingyenes leszívására, ami csökkenti a terhesség valószínűségét. Tisztelettel várom szíves válaszát, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. A budapesti demográfiai csúcsra azért érkeznek ide a világ minden tájáról, több kontinensről az érdeklődők, hiszen úgy tartják nyilván világszerte a magyar családtámogatási rendszert, mint a világ egyik legcsaládbarátabb támogatási rendszere. Valóban nagyon sokszínű, minden családnak más és más típusú akadályokat kell leküzdenie ahhoz, hogy elérje azt, amit a legjobban szeretne, hogy gyermeke legyen, ezért a magyar családtámogatás is van, akinek így, van, akinek úgy segít. Nincs még egy ország Európában, amelyik ilyen nagy mértékben a GDP 4,5%-át költené családtámogatásokra. Ez ugye valahol 1,5% környékén volt 1000 milliárd forint alatt, amikor elkezdtük a kormányzásunkat, most pedig ennek a többszöröse. De ez egy fontos kérdés, amit ön mond, a meddőpároknak való segítés, tisztelt képviselő, mert azt látjuk, hogy ez évtizedről évtizedre egyre több fiatalt érint sajnos, illetve hogy kitolódik a gyermekvállalásnak az ideje, így is ez a kérdés egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. 2017-ben egy nagyarányú változást hajtottunk végre, addig összesen egy leendő édesanyja 5 ciklust vehetett igénybe közfinanszírozottan, és minden továbbit ki kellett fizetnie. Ezzel szemben mi azt mondtuk, hogy az első gyermek megszületéséhez az állam vállal 5 IVF ciklust, és az újabb gyerekeknél, második, harmadik, negyedik gyereknél további 4 ciklust vállalunk, tehát ez meg többszörözte az államilag finanszírozott ciklusoknak a számát. 100%-os támogatottságot adtunk a gyógyszeres kezeléseknek, megszűnt a meddőségi intézeteknek a teljesítmény és volumenkorlátja, tehát minél több leendő édesanyát, édesapát el tudjanak látni. Ingyenessé váltak a diagnosztikai ellátások, a kezelések, miután állami felelősségi körbe kerültek a meddőségi intézetek, központok, 1,5 milliárd forintos eszközfejlesztést hajtottunk végre, hogy minél jobb eszközök álljanak rendelkezésre, így tehát javult a pácienseknek a hozzáférése, és nőtt a beavatkozások száma is. Erről majd képviselőtársának, úgy látom, az időkeretében több pontos számokkal beszámolunk. Megköszönöm, miniszter.